A magyarországi németek országos önkormányzatának 2018 óta van parlamenti képviselője Ritter Imre személyében, akit április 3-án újra megválasztottak. Országosan a német nemzetiségi névjegyzékbe regisztráltak 75%-a szavazott, köztük kiskörösiek is. Kiskörösön 54 német nemzetiségi regisztrált van, az 54-ből 27-en szerettek volna a német nemzetiségi listára szavazni, a 27-ből mind a 27-en el is mentek, és így Kiskörösön 27 érvényes szavazattal döntöttek amellett a német nemzetiséghez tartozók, hogy legyen újra parlamenti képviselő. A 2022-es országgyűlési választás volt a harmadik, mikor a hazai nemzetiségi közösségek lehetőséget kaptak parlamenti részvételük biztosítására, melynek két formája lehetséges. Kedvezményes mandátum által szavazati joggal rendelkező képviselőt juttathatnak a parlamentbe, vagy önálló képviseleti jogosultsággal nem rendelkező nemzetiségi szószóló áll ki az érdekeiért a magyar országgyűlésben. Eddig teljes jogú képviselőt csak a német nemzetiségek választottak 2018-ban, addig azonban 2012-től szószóló képviselte érdekeiket. A szószóló annak hozzászólási joga van a parlamentben, viszont nincs szavazati joga, a képviselőnek azonban már szavazati joga is van. Azon kívül a szószóló tehet javaslatot, amit bizottság elé kerül, és ha a bizottság úgy értékeli, akkor a parlament elé is kerül, viszont ha már parlamenti képviselővel rendelkezünk, akkor a parlament előtt tehet javaslatot. Ez azt gondolom, hogy elég nagy különbség, és kicsit hamarabb kerül országgyűlés elé bármilyen probléma. Kincses Mihályné, a kiskörösi német nemzetiségi önkormányzat elnöke szerint több pozitívuma is van annak, hogy ismét Ritter Imre lett a magyarországi németek országos önkormányzatának parlamenti képviselője. Azt gondolom, hogy azért, mert így közvetlenül ráhatással lehet a nemzetiségi érdekek képviseletére a parlamenti képviselő, és én azt is gondolom, hogy ez nem csak a német nemzetiségnek jó, hanem az összes magyarországi nemzetiségnek, mert én találkoztam már Ritter Imrével egy értekezleten, és még itt Kiskörösön is volt tavaly, és ő is úgy nyilatkozott, hogy ez igazából ő nem kifejezetten csak a német nemzetiségért dolgozik a parlamentben, hanem a magyarországi nemzetiségekért nyilván, amiben tud, a többi nemzetiségnek is segít. Az elnök bízik abban, hogy a magyarországi nemzetiségek helyzete még pozitívabban alakul az elkövetkezendő években.